nagyon jó végignézni, és nagyon köszönöm, hogy ilyen szép számmal eljöttek a Szent András IST közéleti fórum sorozatnak a mai előadására. Egy kicsit érdekes ezt kimondani, az elmúlt 15 évben Herbát Szent Andráson szoktunk ahhoz hozzá, hogy egy közéleti témában, hagyományos témában, ismeretterjesztő témában különféle előadókat, elismert szakembereket hívunk meg. Ez az év, ez talán mindenben más járványhelyzet miatt jött az az ötlet, hogy lévén kicsi az a művelődési ház, mivel mi rendelkezünk, és megkerestem igazgató urat, hogy helyt tudnának-e adni ennek a tervezett előadásnak, és nagy örömmel, úgyhogy innen is köszönjük Kérsi Tibor intézővezető úrnak, hogy egy helyszínt biztosított a mai előadáshoz. És ha megengedik, egy kicsit személyes legyek, régi nagyvágyam már, hogy meghívjuk ilyen előadásra Görösi Gulya protokoll szakértőt, és innen is köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Megtenni, pláne elég iszlottagságos körülmények között, útépítés, autópálya, minden más. Tényleg örülök, hogy időben ideért hozzák egészségben, és talán nem túl nagy jó tehetség az, hogy egy nagyon kellemes este elé nézünk. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, tartalmas estét, és ami még nagyon fontos, hogyha vége az előadásnak, azt követően bárki, akinek van dedikálás igénye, nagy szeretettel hívja a rendelkezésre. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok! Hallanak engem ott hátul is? Hát akkor nem mikrofonozni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és tényleg azért jöttem előrömmel, mert abban soha nem voltam. Nagyon sok felé hívnak, de erre valahogy még nem hívtak meg, és én ahova hívnak, oda megyek, és nem magamtól választom ki nyilván a színhelyeket, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen ebben a ronda időben inkább eljöttek engem meghallgatni, hogy köszönöm szépen. Hát a magamról annyit mondanék el, hát hogy hány kiló, meg hány éves, azt mondom, nem mondom. Lehet, hogy kiderül majd mindegy. Annyit elmondanék, hogy én ezzel a szakmával szakma szerint is foglalkoztam. Én 87. januárjától 99. március 12-ig miniszterelnöki protokollfőnök voltam. Gondolják, hogy 7 miniszterelnököt szolgáltam 12 év alatt. Nagy volt a fluktuáció akkor. És 99 ősze óta foglalkozom felnőtt képzéssel, és tényleg nagyon-nagyon sok felé hívnak. És én örülök neki, mert úgy szeretném, hogyha ez úgy általánossá válna, és mindenkit jól meg tudnék fertőzni ezzel, hogy érdemes viselkedni, és hogy miért érdemes viselkedni. Hogy segíteni jöttem, és nem tanítani, ez egyértelmű. Tehát bármikor bárkinek kérdése van, nyugodtan fölteheti, vagy a végén esetleg megkérdezem, hát ha van valakinek, és az engem nagyon-nagyon inspirál. De ha most nem kérdezik meg, mert nem most merül föl, hanem hirtelen valami, hogy ajándék, NASZ ajándékot kell levenni, nem kell levenni, bármilyen mondjuk van, a honlapomon van e-mail cím és telefonszám. Tehát hogyha beütik a keresőbe a nevemet, elsőnek az én honlapom jön ki, és ott van egy e-mail cím. És nekem mostantól bárki bármikor írhat, én imádom, mikor nekem írnak, mert akkor úgy érdemes élni. És szerencsére, hogy szinte napi gyakorisággal kapok kérdéseket, és erre ingyen vérmentve boldogan válaszolok, mert nekem az a lényeg, hogy terjedjen a tag. Azt kérdezte meg egyszer egy férfi, hogy kedves Ibolya, a kezdemes emlőkom előrefele álljon az agó, vagy hátrafele? Hát az agó, hát mit mondtam, ne tegye zsebre a kezét. De mondom, rengeteg fajta hivatalos delegáció jön, zászlókat hont egy sok-sok minden kérdés, de mondom, egészen egyszerűen is érdemes engem megkeresni, mert már öreg vagyok, és ezáltal sok mindent imádok öregnek lenni, az emberi öregségére egy csomó mindent már tud, nem? Hogy hitelem van. Úgyhogy csak ezt akartam mondani. Na, hogy miről beszélünk ma, a mindennap életünkben való protokoll, ami nem is igazán protokoll, hanem viselkedéskultúra, miért kell erről beszélni? Azért, és ez nagyon-nagyon sokan nem is fogják föl, pláne olyan lelkes kamaszként, hogy együtt élünk a földgolyón. Ha akarom, hanem ez van itt nekünk, és együtt kell élni rajta. És az együtt élésünk normális, békés és sikeres legyen, az kell, hogy egymás toleranciája, egymás tisztelete, és erre kialakul egy ilyen közös nyelv, hogy hogy viselkedjünk. Hiszen az azért fontos, hogy ne vegyek saját magam elé olyan gátat, hogyha nem fogadnak el, mert rosszul viselkedem, akkor utána nem fogadják el a munkámat sem, mert ez ilyen. Kész. Tehát a protokoll az azért fontos, mert mondom, hogy ad egyfajta viselkedési rendszer. A viselkedés kultúra az a napi kommunikációnk szerves része, az reggel, délben, este mindig van, proféknál még éjszaka is.
Az etikett az ilyen nagyon túlszabályozott, nagyon ceremoniális. Hétköznapi etikett nincsen, bele lehetne pusztulni. Egy esküvői ceremóniának etikettje van, a lakodalomnak meg viselkedés kultúrája. Hát mondjuk egy darabig. A protokoll viszont azért érdekes, hogy a protokoll az, amit úgy igazán nagy P-vel mondunk, az egész világon egyforma. Tehát bárki bármilyen kultúrából jön, egy olyan szinten már egyformán kell viselkedni, ha valaki valamit nem úgy csinál, annak is jelentése van. Erre csak egy példát mondok, van egy olyan szabály, hogy asztalon keresztül derékszögbe így, doktor, ráfogadom, nagyon mély alányulás, nem illik. Asztal mellett, vagy ha minden kötél szakad, legalább fel. És Kovács László volt a külügyminiszter, a kormány ideje alatt volt, és Szlovákiával pont valami fasét volt, én már nem tudom, vízlépcső, valami volt, és a miniszter azt, hogy ide jött ezt megbeszélni a külügyminiszterünkhöz. És ő nem, hogy a ház előtt nem várta, még a terem előtt sem várta, hanem a tárgyalóasztalokon keresztül így nyújtott kezet. Mert kezet kell fogni, mert ha nem, akkor két ország már háborús állapotban is van, csak jelezve, hogy hát most olyan nagyon nem vagyunk jóban, tehát asztalon kezd. Ez mondom, hogy a jelzésének is értéke van. Ami a hétköznapi megítélésünkben mondjuk fontos, az az európaiság. Az európaiságot mindenki tudja, az is tudja, aki erről nem hallott még harangozni se. Mikor a buszon állok a szatyrokkal, és ott ül a gyerek, néz kifelé, lehajtja a fejét, elvörösödik, de nem adja át a helyet. De mivel elvörösödött, van remény az Európai Unióra, mert ő valahogy tudja, hogy ő neki most ezt át kellett volna. Tehát valaki valahogy ezt mindig tudja. Az európaiság, az, hát nem szemben párhuzamosan az az amerikaiság, az egész világon már mindenki amerikai, már az amerikai, na az biztos tuti. Hongkongban is ebbe dugott kéz, rágógumi, ugye előbb is baseball sapka. Hát nem tudom, de lányok, megáll velünk egy férfi zsebet dugott kézzel. Ráadásul így profilból. Hát nem megindul bennünk, hogyha velem beszélsz, vedd ki a zsebetből a kezed. A rágógumi, ebben teljesen megjelenik a két ország közti különbség, mert Amerikában azt mondják, hogy pH értéke van, meg tisztítsa, ugye két csével merikessége. De az európaiság nem is, az azt mondja mindenkinek ez a belső hang, hogy aki beszél, az nem eszik. Tele szájjal ne beszélj gyerekem. Ő meg a rágóval a szájába. Egyszer egy nagy banknál voltam előadást tartani, és nagyon sok az egész országban jöttek be ilyen fiúvezetők, és hát fő volt rakva a reggeli a gyülekezéshez, de hát ugye szóval nem a vajas kenyér szint, hanem az a, el tudják képzelni egy banknál, és asztaloknál ültek. És egyik férfi pakolta föl az adott szendvics, minden, és van az asztalához, mondom, hogy igyekezzen gyorsan megenni, mert nem sokára kezdnek. Azt mondja, ő közbe szokta. Mondom, nem arra gondolom, most nem fog. Hát mi vagyok egy cigány, de nézd, hogy kövönnek ezt. Na, a protokollra azért hoztam, bár mondom, nem igazán a protokollról beszélünk ma, de hoztam példát, mert nem bírom meg, mert az egész országot járom, és sokszor tényleg így áll égnek a hajam, az állami jelképek használatnak, például a zászlók kihelyezése. Erre még törvény is van. De a magyar, hogy a protokollban tudjuk, hogy az a jobb oldalam a fejem, jobbomra veszem, jobbom a főhelyem, tehát a magyar zászló jobbjára kell kitenni. És nem úgy, ahogy látom, hanem én vagyok a magyar zászló, így jövök ki a falból, és nekem a jobbom jön ki a másik. Tehát én vagyok a magyar zászló, és nekem, mert ha nem így van, akkor egy brüsszeli intézményben van egy magyar vendégségben, tehát mást jelent, ha rosszul van kitéve. Hát erről meg tényleg már csak annyit tudnék mondani, hogy aki ezt föltette, ha megnézik, hogy a zöld-fehér-piros, ez konkrétan egy mexikói zászló. Hogy aki ezt fölhúzta, én nem néztem meg, hogy tényleg én úgy húztam. Hogy ez a szalagátlábás, hát a piros-fehér-zöld, az a erkölcsi védelem illeti meg, az nem érhet le a földre. És akkor van a szalagátvágás, most az egy ilyen népbetegség, minden szalagát vágunk. Három sávos útpálya, 70 méter szalag, csak engedj majd a darabot már. Na, vágunk már darabot már is, de félek már. Mit csinál vele utána, azt nem tudom. És akkor a két vége meg leesik a földre. Egy szalagátvágásra az első teendő, hogy a két hosszú szőkelábút oda szervezem, hogy elkapják a szalag véget, az nem esett le a földre. Hát erről meg már nem mondok inkább semmit sem, szóval ebben van valami elementáris báj. De menjünk a mi európai stárunkra. Kezdjük ezzel a pozitív arckifejezéssel.
Miért kell ez? Mert én bárkivel bármikor kommunikációba kezdek, azért kezdek el vele kommunikálni, hogy meggyőzzem, meg rábeszéljem, tehát pozitív célral kezdünk el, és ki az, aki engem meg tud győzni, akit előtte érzelmileg elfogadok. Nem kell ilyen big love, csak szimpatikus vagy nem szimpatikus. Bemegyünk egy hentes, hanem ott áll két hentes. Egyik ilyen keskeny csípejű, szűnik ki gombolt, a másik egy kövér pirosorú bácsi, hát vajon be női gyengeség, még én is. Hát csak keskeny csípejűnél kezdtem, hogy már van friss ma a karaj. Friss. Azt mondja, a kövér piros vagy, hogy szép asszony, csókolom, nézze már meg ezt a karaj. Reggel ezt mikre fölött csókolom, melyiktől veszük meg? Ezzel az a baj, hogy most nem volt, az a volt, hogy érdekes arca van, ilyen megcsinált fejjel, ilyen... Hát én nem tudom. Hát egyszer-kétszer neki megy egy férfi, aztán mondtad, nem a unalma. Hogy ez az ilyen, jaj, de fáj a fejem. Mit csinálunk? Adunk egy gyógyszert tovább, mit? Hogy ez a, jaj, de fáj a fejem. Hát adok egy gyógyszert. Jaj, de fáradt vagyok. Hát menjél haza. Szóval az emberiség egyik fele nem az van, hogy a másikat mindig dajkálja. Így nem lehet megnyerni az életet, hogy ilyen sírós kollégánodon az ember rohan kifele a világon is, nem? Sorú sírós szomszédasszony, itt sem vagyok, már mentem is. Tehát nem lehet. Hát pozitívan kell kezdeni, és ezt otthon kell elérni, ezt nem lehet megvenni a boltba. És nem minden reggel könnyű ezt elérni, mondjuk én reggel 6-kor benézek a tükörbe, hát kihívás. Hát mert ha úgy hagyom magam, már otthon minek jövök el. Mondok egy kicsit, aztán, hát nyilván meg kell mosakodni, zuhanyozás, dezodor, tehát az ember azért, ahogy szoktam mondani, büdös ember az EU-ban nem kapizmon. Utána a női csodaszernek a neve lányok, azt úgy mondják, azt úgy nevezem én, hogy krémpulder. Aki nem sminkel, nem kell. De amikor nagyon beszakadt és nagyon ilyen, akkor egy saját magam kedvére egy picit vékonyan bekenem és kisimul az arc, majd jobb ránézni a bal tükörbe, a szemöldököt igazítani. Ezt a férfiaknak is kell, emlékeznek arra a Leonid Ilyich Brezsnyevesre? Miért kell a szemöldök? Mert mihelyt én a munkámnál fogva lépek föl és bármilyen munkakörről beszélek, abban a percben nem a férfi a győztes és nem a nő, hanem a tanult ember. Annak hiszem el, hogy tőle én mit kérdezek, hogy tudja, hogy mit kérdeztem tőle. Az meg a homlokon jön ki. Hát nekem gyengém a kopaszodó férfiak, ugye az ész helye, nem? Mikor egyik-másik képviselőnk ugye befésülte, és akkor ilyen keressük Petőfit. Vagy amikor látunk karikatúrán szőket, hogy a szőkenő az nem hajszín, hanem állapot. Ide bezuhan a haja, hajam van agyam. És tehát férfiak se úgy érhetnek, mint a friss hamasokat. Egész éjszaka interneteztek, vagy csapatépítés volt, ugye ki tudja. Egy friss fejmosás, egy másfajta aftos, és uraim, abban bizonyos tanult ember szerepben egy férfinek minden nap meg kell borotválkoznia. Ha arcőrzet lássa mellette, hogy ápolja, mert van ez a miborosta típus, most divattá vált, ez egy ilyen latin szerető. Olyan éjszakában, hogy nem volt időm megborotválkozni, szóval én nem tudom, hogy meglátok egy ilyen műborostásat, keresem mindjárt az aranykarláncot, mert szervesen összefügg, és nem mondok neki hosszú szavakat. Más, hát meg elejük, hát már látjuk 30 éve őket látjuk egyfolytában. A férfiak, ahogy öregszenek, ez Kálvány Ferenc szimbólumaként mondta, hogy a férfiak, ahogy öregszenek, fejre híznak. Olyan kamacska fejük lesz, és úgy bekamacskásodik, hogy ez ne látszódjon, ráenged, hogy hátra majd a borostátul nem látszik, ez még olyan avázalonna jellegezett. Persze, hát lehet ez, hát miért ne lehetne? De azt lássam, hogy az meg van dolgozva, az ápolva van, hogy az jó legyen ránézni, és ne ilyen leszörösödött az egész, hogy már nem így jó. Tehát hiszen azért kell ezt csinálni, mert nem minden nap ébredünk úgy fel, ez a kedvenc mondásom, hogy szerda van, hát nem minden nap indul így. De akkor is szerda van, tehát az nekem otthon kutya kötelességem úgy elkezdeni, hogy szerda van. Noktazó van nap csütörtök. Érdemes ezzel tudni, egyen esterék az meg miért kell, mert a gerinc így pihen. Mihelyt hajlik feszül. És még egy másik, jön az a férfi, hogy a szeme színe. Köszönöm. De a haja színe. Köszönöm. És van, aki neki megy harmadszor is, vagy az IQ-ja van 95 alatt, vagy már a fára. Ha neki vagy az a harmadik, hogy megérhetnénk, ezt talán most hagyjuk, jó? Köszönöm. Ki
kész, elvágtál. Egyenes derék, megemelt áll, és halkan mondva, és kész, nem folytatja. Tehát ez, de csak úgy mondom. Tehát, na ezzel a vegyünk az első ábránál, van ez a fél méteres, úgy hívják, hogy intim zóna blokk. Nem szeretjük, ha valaki belejön. Amikor valaki úgy áll meg, hogy így, mit néz, ugye rosszul vagyok, vagy közelebb áll valaki, akkor meg hátráló. Ő meg jön utána. Ugyanis majd szemhibás és nem érzi, vagy olyan kultúrkörbe jön erősen katolizáló, vagy iszlám, ahol ez szokás. Tehát ne hátráljunk, hanem egyetleg egy ilyen félfordulat, de mi a biztos, ha csak tehetjük valakinek valamilyen tárgy van a kezében, és akkor innen számítja. Tehát erre nagyon vigyázzunk. Na most ez a járvánnyal kapcsolatban nyilván ez a fél méter ez eleve kitágult, hiszen most már vigyáznunk kell ugye a vírus miatt egymásra. De én most azért szeretném a normál állapotot is végigbeszélni, hiszen majd csak egyszer helyreáll a rend. Tehát nem lehet, hogy állandóan így ér. Például ugye eddig beszéltem a pozitív maszk kifejezésről is. Ott van a maszk. De hogyha fönn is van a maszk, attól még látszik, hogy valakinek ügy áll a szeme, vagy mosolyog a szeme. Hogy bólint rá. Tehát lehet gesztusokat adni, még hogyha a szám el is van takarva, attól is lehetek pozitív, és nem pedig az a. Tehát látszik azt, ezt akartam mondani. A zónánál pedig ugye a távolságtartással, nyilván ezt tudomásul kell venni, de alapjában ez egy fél méteres távolság, és ha találkozok valakivel, akkor ez a fél méter általában össze, ez nem egy méterré válik, hanem összelapodon, 70 centire állunk kb. Egymástól. Még most a járvány idején is az ember óvatatlanul próbálja ezt a távolságot tartani, legfeljebb a másik hátrébb lép, mert esetleg jobban fél a vírustól. Ott állunk egymással szemben, és minimum az, ha találkozunk, köszönni kell. Ez az alapvető dolog. Mikor megkérdezik tőlem, hogy is mi a legnagyobb probléma a mai magyar viselkedés kultúrában, azt mondom, hogy az, hogy a köszönés megy ki a divatból. Én nem is értem. Én azt hittem, hogy csak nagyvárosban betegség ez, de hogy hallom, hogy idak, hogy már így sem nagyon. És ez engem borzasztóan fölháborít. A technika, együtt élünk technikai, mint hogy legalább köszönjek, oda bólítsak. Ebben a férfi köszön a nőnek, fiatal az idősnek, de ne csinálják, hogy embereket tanítsuk megköszönni. Hát én Pesten egy 17-es panelházban lakom, hát nem a rózsadom vagyok be őszintén Kőbányán. Oda költöztem 84-be. Mindenki. Én meg elkezdtem köszöngetni öregnek, fiatalnak, férfinek, önnek, mindenkinek köszöntem. 89-re volt, aki előre köszönt. Ma meg már beszélgetünk. Nem szabad feladni. Vagy mi van, ha nem fogadja a köszönésemet? Hát ugye hét miniszterelnököt szolgáltam, ez a kabinetvíz, ez 6-szor váltott, és jöttek az újak, és mentek a parlament folyosóin, én megmondom, köszönni csak kéne. Új fiatal kollega jön, én mondom, hogy jó napot kívánok, míg vissza nem köszönt. Legközelebb már 10 méterre köszönt. Vagy ha nem fogadja, 20-at nem adom föl, 20-szor sem adom föl. Nekem azt mondom a büfében, hogy olyan, ahol találkozunk, hogy na, hogy próbáltam önnek köszöngetni, ismerkedjünk már, meg engem Görög Ibolyának hívnak. Embereket rá kell nevelni, köszönni kell. Olyan nincs, hogy csak úgy. Na most nyilván, ha találkozom többször egy nap, akkor nem állandóan köszönünk pedig egy munkahelyen, de oda borítok lennek a szemkontaktus. És a szemkontaktus még ebben a járvány időszakban is ezerszer fontosabb, mint maga a kézfogás. Hogy kell köszönni? Ez a jó napot. Ha megyen le a kanapot. De a katyányát, nem? Jó napot kívánok. Ha kívánokat kimondom, a derekam egyenesedik. Jó napot kívánok, az nekem is jót tesz, higgyék el. Ha valaki nekem azt mondja, hogy jó napot, ezzel a dallammal köszönök én is, hogy jó napot kívánok, a kezicsókolommal való köszönés. Ugye az a férfi, akit a papája így nevelt, hogy a nőknek kezicsókolommal kell, az már nem fog tudni másképp köszönni. Ez a monarchiában alakult ki, a tiszteletnek a nyelv, hogy gyerek a felnőttet tetszik elé, férfi a nő tetszik el. De a különbség óriás, tehát a tanult ember, aki nőből van, ugye most már tudják, hogy munkáját végzendő van ott egy nőből valósi mérnök, vagy orvos, vagy bárki, az jó napot kívánok. A hölgy, az meg a kezét csókolom. Tehát van különbség a kétfajta nőből. Nekünk meg el kell tudni fogadni mind a kettőt. A kis kisztihant, kicsi csókolom, a kicsi hangyát, szóval vannak ilyen kis bujázások, legalább bólítsak oda, hogy legalább köszönték. És van ez a hello. Vagy idegenként belép, azt mondja vagy idegenként, hogy hello. Hát ez meg nem egy szó. Mondhatta az, hogy
A helyhoz a már kialakult szias szem az ott belefér, de vadidegenként nem fér bele. Egy ilyen hellóra a válasz az, hogy jó napot kívánok. Aztán vagy észreveszi magát, vagy nem. Ha nem, és tovább terjesz, akkor ugye a múltkor már találkoztunk, vagy hol is talán a múltkor már tegeződtünk. Ez se vesz észre. Akkor a harmadik az, hogy hát szervusz, fáradjon be, bocsánat, fáradj be, foglaljon, foglalj helyet. Tehát eltévesztem, és látványosan kijavítom saját magam, azt már megérti, mert ha nem, akkor le voltunk tegezve. Utolsó utáni lehetőség, hogyha valakit én egyszer tegeztem, még élek tegezni kell. Óvodába jártunk, Gézukával, szia Gézuka. Gézuka valahol elnök lett, valaki valahol mindig elnök. Ha más nem a orgánszövetség. Akkor szervusz elnök úr, vagy szervusz Géza. A tegezést tartom, csak a referenciát teszem hozzá. Mert a szabály létezik. Ennek a hellónak legközelebb, ezt a hellónak én legközelebb lemagázom, akkor neki tudnia kell a tegezést, akkor én nem akartam volna. Tehát az, hogy már tegeződtünk, ezt nem mondjuk ki senkinek, mert ő azért tévesztette el, mert nem akarta volna. A tegezés nélkülönben, de ezt megint olyan dolog, hogy mindenki tudja, így zsigerbe tudja, hiába tegeződik most boldog-boldogtalan, állandóan mindenki, de tudjuk, hogy ez nem azzal lehet tegeződni, akivel társadalmilag azonos szerepet töltök be, ugye együtt őriztünk libát, vagy nem őriztünk együtt libát. Erre egy példát hagy mondjak el, már kezdtek félelmenni, de minek szintet elmondok. Az első Orbán kormányi szolgáltam 9 hónap. És a kabinet munkatársak, 20 éves srácok, öltő, nyakkendő, főmunkatárs, minden, rengeteget jöttek hozzám kérdezni, és egyszer mondják, hogy a parlamenti őrséggel beszéljek már, hogy a kapuban álló katona ne tegezze őket. És nem azt mondtam, hogy elszálltak, azt mondtam, igazuk van. Van ez a két 26 éves srác, egyik szerepen nézi, megvan a parlamenti belépő, a másik meg kormány döntéseket koordinál. A szerep más. Tehát akárkivel nem lehet. Mondjuk az kialakult nálunk Magyarországon, hogy egy munkahelyen, sőt egy ágazaton belül is a nők egymást, férfiak egymást tegezik, de az egész világon ez sem igaz. Frau Schmidt, Frau Müllerrel mondjuk Frankfurtban egyszerűen dolgozik 20 éve és magázódnak. De nálunk ez kialakult, hogy a tegezéshez azonos neműeknél megmarad. Tehát, hogyha csak nő van, idősebb a fiatalnak, ha csak férfi, idősebb a fiatalnak, de ha férfi és nő is van, azt csak a nő kezdheti el. És az, hogy meg magasabb rangú, ez nem számít. Hiszen az a nő, aki abban a munkahelyen van, az a tanult ember minőségénél fogva ül ott, és nem pedig, mit tudom én, a futottak még kategória. Tehát azt a nő kezdheti el. Mit csináljunk, ha olyan tegez le, akivel nem akarnánk? Például az igazgató azt mondja, a vezérigazgató, hogy hát szervusz, nálunk tegeződünk. Hát köszönöm szépen, igazgató, hogy nagyon megtisztelő. Én is majd fel akartam ajánlani, akartam még várni egy kicsit fel, de hát nagyon megtisztelő. És másnap magázom. Tehát ez a megoldás. De ugyanis ha tegeznek és én visszamagázom, csendőt pertú miért nincs? Ő engem letagáz, én meg visszamagázom, mi fog történni? Hogy ez a vén izény, mit magázgat én meg, hogy merez engem tegezni? És kettő vasbeton zuhan le. Ráadásul tegezve sokkal hamarabb kijönnek olyan szavak, amiknek nem kell, na erről majd még beszélek, hogy minden jöjjön ki a szánkon. Tehát tegezésnél még egyszer mondom, hogy nem igazán kéne. Sokan azért használják a tegezést, hogy ön és maga közti különbség nagyon nehéz, a fülüknek nehéz megérteni. Ön a nagyon távolság, maga az a szint, vagy lefelé. De ezt a lét más nem kell betenni a mondatba. Ha oda kell fordulnom valaki, ez legegyszerűbb, ha megszólítom. Szólón mondta valakit, le akarsz győzni, szól is meg. De hogy kell valakit megszólítani? Nem automatikus. 90-ben az Antali váltásnál, rendszerváltásnál kaptuk meg protokoll, tudjuk már meg, hogy az elvtársnő után mit kell most majd mondani. Tekintetes, nagyságos, méltóságos, lehetős megint lesz, még nem tudjuk. Nyelvészeket kérdeztük, akadémia nyelvtudományt kérdeztük meg, tehát nyelvészek döntötték el a következő. Ha megvan a rangja, akkor rangúr, rangasszony. Ebben nem lehet téveszteni. Hát Lengva Édikónak mondanám valamit, hogy tisztelt volt pártelnök kisasszony. Fölnevek. A rangasszony asszony az nem azt jelenti, hogy volt-e már fiúval, vagy nem volt fiúval, hanem hogy nőből valósítőti barangot. Nagy Éva előadó asszonynak. Rangúr, rangasszony. Ha nincs rangjas, a rang az asszonynál
fölmerül ez a hölgyem nevű, a hölgy, meg úrhölgy, úrhölgy, úrhölgy. Úrhölgy eleve egy nagyon protokolláris van, hogy mi az, hogy protokoll forma, kapok egy levelet Göröki Bolya asszonynak, és kapok egy meghívó, protokoll kellék meghívó Göröki Bolya úrhölgynek. Ma mindenki úrhölgy ez, önkormányzatos, özvegy Szabó Gáspárné úrhölgynek alsó sor 3. Az ön néni meg nem merik kibontani, mert az meg nem ő. Meg ha van még az úrnő, hát az meg egy szakma, mert vagy szobrány vagy úrnő. Ha nincsen rangja, akkor lehet csak a név. Mert ha neve van, akkor ha rangja van, az több, mint simán a neve. Erre egy példa, egyik reggeli adásban van ez a kellemes, műveletlen Kárász Robert nevű műsorvezető. Hétfőn elmegy, megrotvákozva én be, de ahogy a borostája a nő úgy hűl, csütörtökön ben volt nála a Varga Mihály vezetőminiszter. Azt mondja neki a Robi, hogy azt megmondaná nekem Varga úr. És a miniszter így kezdett válaszolni. Mert ugyanis ő miniszter úr, ha eleve gondolok. Tehát a rangja van, akkor nem lehet a név. Ha nincs rangja, akkor családnév és úr Kovács úr, és akadémia annak idején azt mondta, hogy keresztnév és asszony, de az nem jó. Mikor Orbán mondtam, hogy az Ibolya asszonytól megkérdezzük, én nem tudom, hogy ki tudja megkérdezni. Mi akkor mondjuk egy nőre, hogy keresztnév és asszony, ha valakinek a férjét ismerjük. Azt halljuk, hogy Dalma asszony. Ja, Márliné. Vagy Beja asszony, tessék. A férje utániságát jelenti. Akkor lehetnék én Ibolya asszony, ha lenne egy nyugazda professzor férjem, szerencsére nincsen, akkor a professzor né az Ibolya asszony. De a saját rangomon Ibolya és magázás. A magyar nyelvben nincs ilyen Mrs. Brown meg Frau Schmidt, ez maradt meg keresztnév és magázás. És ha még neve sincs, vadidegen, akkor lehet az uram asszonyom kisasszony. Mert ha van neve, akkor az uram az már lefokozás. Tehát vadidegennek lehet. Minden nő lehet asszonyom, de nem minden nő lehet hölgyem. Azon látszik. Ugye az a hermelin szóból származik, a krúdi világ, a kis tülfátyol, meg minden. A néni a piacon a két kosarával az nyilván asszonyom, nem? Egy ilyen az, hogy hölgyem, azt neki egy szót kell. Ez a hölgyem különben azért az agyam szétesik tőle, hogy minden van, hogy hölgyem. Nem kéne, egyszer kimondja, tök elég, meg a rendőrön is az a bűnöző hölgy háromszor törve. Vagy a baltárgyilkos úriember. Én nem tudom, de szegény kémnek ez miniszteri utasításban van kiadva, hogy így kell szólítani. Hát ez a hölgyem, szóval az valami más műfaj, mint aki betört, nem? Na mindegy vagy. Hogy kell valami, honnan tudom valakinek a nevét, amikor bemutatkozunk? Itt milyen problémák vannak? Ugye alárendelt kezdeményez férfi, tehát hogyha férfi nő is van, akkor ugye a nő a fölé rendelt, ugye Mária Kótusz Lova, akkor európaiságban benne van ez, de nem az egész világon a nő a fölé rendelt, vannak ilyen nagyon himsoviniszta közösségek, Korea a legrosszabb, Koreában, hogy egy férfi felszáll a buszra, a nők átadják neki a helyiket. Ez a Koreában a nő az a sertés meg a rang közé, a sertés meg a fiúk közé rangsorol, tehát ott nem van velük. De nálunk azt mondja a férfi, hogy jó napot kívánok, Szabó Gáspár vagyok. Uram, nem nyújt a kezét. A nő mondja azt, hogy jó napot kívánok, Göröki Bolya. Tehát a nőnek van joga fölvágni ezt a grupot, mert ő a fölétet. Férfi kezdeményez, és a nő mondja a saját nevét. Egyszerre hangzik el a két név, és nem értem, hogy mit mond. Egy darabig lehet ilyen tudja önök, de lebukunk, és valakit rossz névvel szólítani, szörnyű sértés. A nevünk, amiénk, mondja Szokrátész. Hát én kaptam olyan írét, hogy kedves Görög Zita, szeretnék felkérni. Hát nem értem be. Hát ha nem értem, akkor szerintem meg nem értettem, mint Görögi Bolyát mondtam, és akkor majd újra mondja a nevét. A másik, amikor kristálytisztán megértem, hogy mit mondasz, abban a másodpercben elfelejtem. Ez még kivel nem fordult elő. És hogy tudom, hogy én nekem vele kell beszélgetnem, mert le kell vele ülnöm, vagy kollégám, mert tudom, hogy van tétje, akkor azzal megyek mondom, hogy Görög, figyelj, hogy mit mond. Figyelj. És amikor ő kimondja a nevét, gyorsan én is kimondom, Bajzát úr. Jó napot kívánok, én Göröki Bolya vagyok. Egerbe jöttek Bajzát úrjék? Egerbe mi újság van, Bajzát úr? Mondogatom kifele, hogy a kicsi agyam megegyezze. De ha találkozunk legközelebb és nem ugrik be, akkor azt hiszem, hogy egyszer találkoztunk én Göröki Bolya, megint megkérdezem. Vagy bemutatom, az nagyon jó, mert aki bemutat, csak a rangot kell, hogy mondja, hogy új kollégánk, tanítványom volt, és akkor ő majd mondja a nevét, én meg fölnek, hogy milyen nevet mondtam.
És van még egy átok a magyar nyelvet, az országhatáron belüli átok, ez a Szabó Gáborné vagyok. Hát most akkor Szabóné vagy Gáborné, mert asszonyom nem lehet, az már kevesebb. Ha Szabó Gábornét hallunk, első mondatot, tehát Szabó Gáborné vagyok. Hogy szabad szólítanom Erzsébet? Köszönöm Erzsébet, én Görögi Bolya vagyok. Elsőnek azt tisztázom. És ha ő azt mondja, hogy Erzsébet, akkor nem Erzsike, nem Bözsike, nem Bettike, hanem Erzsébet. Egyébként ő mondhatja azt, hogy tudja, mit szólítson Bubunnak? Hát a Bence nevet azt már én döntöm el. És ha már a kézfogás fölmerül, ugye a kézfogás, ugye a kapcsolatfölvétel része, ez európai, és hát nagyon régóta, rómaiak óta ez meg, vagy a fegyvertelenség és többi elképe. De nagyon sok bonyolodalom van vele, mert ez nem mindig van a helyén. Hát két angol ismeri egymást 30 éve, egyszer fogtak ezt, amikor bemutatkoznak egymásnak, azóta csak oda bólítanak. A kézfogásnak most, amikor járvány van, ugye el kéne kerülni, igyekezni kell elkerülni, de egyébként is valahol nehézkesen megy sokszor, mert nem tudjuk, hogy kinyújtja és kinyújtja előre. Tehát ott áll a férfi és a nő, vagy az a két fél, és a fölé rendeltnek van joga ezt fölvágni. Tehát, hogyha férfi nő van, akkor a férfi mutatkozik be, és a nő nyújtja a kezét. Ha nekem egy férfi előre nyújt, akkor a kezére nézek meg vissza, és elfogadom, mert ha nyújtják felém, és nem fogadom már, az mekkora sértés. Ez akkor módosul, hogyha a férfi azonos munkahelyen jóval magasabb rangú, akkor fölé rendelté válhat. De alapszituációban a nő nyújt előre. És még egy nagyon, amit nagyon-nagyon kell tudni, hogy bárhova megyek, mindig a fogadó fél nyújt elsőnek. Tehát nőként belépek egy férfi irodájába, akkor a férfi fog nekem nyújtani, mert én fogadlak téged. A fogadó fél nyújt elsőnek. És mi van, ha ő nem nyújt? Rá kell nézni a járványban, és rá kell nézni a szemkontaktus. Ezerszer fontos, hogy ott állnak 6-an, 8-an. Keresztbe nem illik kinek, hogy idős, fiatal. Oda borítok, jó napot kívánok, nem találkoztunk, még Görögi vagyok, és a szememmel fogok. A szemünkkel fogunk kezet, ez sokkal fontosabb. Ha valaki nem néz rám, az nincs ott. Mikor valamilyen nagy politikuskát lemegy a nép közé, és a következőt nézi. Én ilyenkor megszólítanám, visszanéz, elengedem, mondom, most máma ezt tovább. A szemkontaktus jelenleg sokkal fontosabb, mint maga a kézfogás. Ezzel lehet tulajdonképpen áthidalni ezt a dolgot. Na most nagyon sok mindent, hogy tavasszal, amikor az első nagy járvány betört, mindenféléket kitaláltak, volt ez a lábösszeütőgetéses dolog, hogy nem, meg csak anyag, nem tudom, meg ez a könyök puszi, ez az ilyen könyöklés. Hát ezt ide figyeltem, ezt kezdetben elkezdték csinálni, de még a politikusok is röhögtek közben, mert ez nem kézfogás, ez csak egy ilyen bohóckodás. Tehát ez végképp nem. Amit én nagyon szeretnék javasolni, és már kezdtem is mondani, hogy ránézni, bólintani, tehát valami fajta gesztussal. És például ez nekem nagyon tetszik, hogy a Károly herceg, Károlyom, nem mindegy, elmondom. Ugye protokollfőnökként munkám volt az, hogy a parlament épületében, akkor még a parlamentben volt a köztársasági elnök is, házelnök is, meg a miniszterelnök is. És ugye kísérgetni a vendégeket. És ugye miről beszélgetünk? Hát a parlamentről. És Károlyjal álltunk ott a kupa teremben, mondom, hogy látja a felség, ez a 2x4 uraszinoszlop, ezek gránitoszlopok, monolitoszlopok egy alapból vannak, és Svédországból származnak. A világon 12 van ilyen, 8 nálunk és 4 a brit parlamentben. Ó, mondtam. És most jön a poén, hogy 3 méterre a brit nagykövet fölhívott, hogy Károly üzeni, hogy megvan az a 4. És akkor aztán jött a Kamilla. Csak mondom, hogy nem tudom. A szemkontaktus és jelzés és valami fajta odafordítás. Nagyon nehéz, mert az ember automatikusan nyúlna az ember, de nem kell. Engem is valahol fogadnak és nyújtják, ez automatikusan köszöntene engem, akkor én is nyújtom neki, és megállok egy olyan 30 centivel távolabb a kezétől. Hogy nem érintem hozzám a járvány miatt, és akkor már a gesztus megvolt, és egy kicsit föl is oldottuk ezt a gátlást. De ha már van kézfogás, annak a mienség egy emberről mindent elmond, kis hideg, vékony, alacsony a vérnyomásom, hát ez már majd mindjárt megy táppézni. Csípőmérség,
L-alak és eddig az R-alakig be kell tenni a másikat. Nem csak úgy a végét megfogni, be kell tenni, át kell fogni, kicsit meg kell szorítani és kétszer meg kell rázni. Ha nagyon megszorítja, akkor nem mondom azt, hogy de jó erős kezem volt, mert már orba is vágom. Európa is vágom, azért nem negatív, mert a negatívat kimondok, a másik mivel rosszat hal becsukódik, és soha többet nem tudom megnőzni. Tehát ilyen metamózerek vannak, ha nagyon szorítja, elmozdítom. Vagy lenézek, nem is szorítom. De. A készfogásnál, tehát a szabályos készfogás az a legbiztonságosabb. Uraknak mondanám, uraim, van egy férfi hiba, ez a mutató ujjukat így betöpper. Egyszer egy szállodában voltam, és a mutatának dolgoknak tartottam, és este a vezető elköszönni tőlem, és így be. Mondom, ehhez én ma öregasszom. Azt mondtam, hogy ő ezt Amerikában tanult, hogy a bizalom jelen. Mondtam, hogy nem. Tehát uram, nem meg a persze, szóval azért azzal vigyázzunk. És ha már a készfogás, akkor a nézzük meg a késcsókot. Na most remélem, hogy a késcsók ezzel a járványjal valahol azért gyökerét fogja veszteni, de nem biztos. Ugyanis nagyon régóta szokás az Európában a tiszteletre méltó gönnyek jár ki. Tehát nem akár kinek, hanem az anyósuknak. Vagy barátnő nagymamája, tehát műfajt mondok, a kezünket mi nők mindig készfogásra nyújtjuk. A férfi úgy dönt, hogy tiszteletére megcsapolja, és mindig a férfi fordítja. És ilyenkor, hogy ugye vagy, de nem kell már. Nem éri meg magam, ez már egy kaland, elő már lehet itt beszélgetni, én azt mondom, hagyod, hamarabb szabadulsz. Le kell menni, maximum a nő mellé kell menni, egy kéze, nem kell kettővel, mert olyan nagyon nem nehéz. Megemelni a fölé hajol, és ajkaival nem érinti meg, csak a fölé hajlás. Gyönyörű a mozdulat. És én nagyon örülök annak, hogy valaki, miniszterelnök úrnak ezt valószínűleg visszamondhatta, mert ma már mert nem puszinkálja, hanem csak fölé hajol. Nyertünk. És egyetemisnek mondom, hogy tanítom őket, hogy a rápuszika, az már a petting jele. A fölé hajlásnak a tiszteletnek hajol. Tehát két különböző mozgás. Ezt meg azért szeretem megmutatni, mert itt még így meg is húsi megint. Hát én szerintem itt volt valami húsi. Nem akár húsi, biztos nem jön össze. Tehát hamar akkor a fölé hajlás. Mi van a puszilkodzása? Na most a puszilkodás, most ugyan leállt a puszilkodás a járvány miatt, de már előtte mindenki, fiúk is, mindenki puszilkodott. Pedig ezt azért nem szeretem, mert a valaki az arcomhoz ér, az arcom és a lábfejem a két legintimebb dolog, ami a ruhából hagyományosan kilet. Az arcomhoz az ajándék, régen láttam, szülinapjában megköszönök valamit, tehát valami extrának lenne, és nem pedig a találkozásnak a része. A puszi, puszi. Hogyha egy ilyen szürke elő így bukik rám, hogy puszillak, puszillak, akkor fogom a vállát, ide húzom magam mellé, visszatolom és sokáig nézem. Tehát nem nyomom, hanem húzom, visszanézem, és akkor már az, ahogy sokáig néztem, az a puszi gyökerének, nem volt a puszilkodzás meg. Nyilván van, hát van, amikor azt mondom, hát ha jól emlékszem, hogy van, amikor kell. De például ez a felső kép, ezt azért kell tudni, mert ugye együtt élünk a Földön, globalizáció, tudnunk kell az egymás kultúrájához is kapcsolódni, például olyan kultúrákban, ahol jellemzően egyvallású a közösség. Magyarországon tudjuk, hogy sok egyház van, ateista is, de akinek egy egyháza van, egy vallású, és annak a vallásnak a szertartása úgy zárul, hogy a béke jeleként megérintik, megölik, vagy meg is csókolják egymást, ilyen az iszlám. Ilyen a zsidó, ilyen a katolikus, ilyen a pravoszláv, a szerb-ortodox, ott ez népi szokássá válik és visszamegy a közéletbe. Hát egy olasz jön, kérnek, megtapperol, átöl el este, megpuszil, és nem azért, amiért gondolnánk, hanem a katolizáló ország vére. Egyébként direkt néztem a tévében a orosz Moszkvában a karácsonyi misét, ez számunk szilveszterre esik, és Putyin elnök a főpáti arkával jobbra, balra, jobbra hármas csókot váltott, de nem középre. Ez a középre, ez először Kruscsovnál csúszott el, Brezsnyev meg rászokott. És ha belegondolnak, Putyin meg már nem csókolózik. Tehát Putyin azért haladta korral, és ő már nem. Lefeljebb ezért egy szerb elnökkel talán, de nem tudom azt elképzelni. Hát vagy igen, még a belugusszal, most ma azzal sem. Tehát a vallási gyökérbület, tehát mielőtt elítélek valakit, megítélem, hogy mitől ilyen, milyen az ő gyökere.
És aztán az ölelés, ez is nagyon bejött az amerikai filmek hatására, az ölelme. És Amerikában a megölelés teljesen hétköznapi gesztus, hát nálunk meg nem. Nálunk meg a puszi a furcsa. Tehát ami nálunk az ölelés, az nálunk a puszi, és fordítva. Tehát, hogy valaki ölelj meg, ez nálunk azért kicsit más jelent. Nagyon nagy unokáját persze, hogy megölelgeti. De azért ilyen fordulásnél figyeljék meg, hogy azért a távolság nem, tehát ha itt összebújnak, de itt már nem. Amerikai filmben, hogy ölelnek, akkor a fejükkel dugják össze, mert a teljes összebújás már nem az a... Hát ez, hát az azért az már más. Tehát ez az ölelés, mondom, ez kezdetben, de szerintem ez nem fog olyan nagyon gyökeretleszteni nálunk, mert más jelentése van alapjaiban. Na a következő, ez a másfél méteres távolság, ez a döntés távolsága. Bármikor bárki döntésre akarok rámírni, például a család megbeszéli. Az étkező asztalt kell körülülni, mert ha fotelbe ülünk a tévé felé, mindenki látja, és klavon volt, ah, semmi. Na, vették ők, hogy nem vagyok. Így nem lehet megdönteni kérdéseket, mert az egy asztalnál egymással szemben kell leülni, az asztal köt össze. És ha én leülök egy asztalnál, akkor a könyökön fenn van, akkor figyelek rá. Ha kijön a könyököm, akkor már nem érdekeltél. És van még egy, mentem egyszer egy céghez tanácsadásra, és a házigazda jelzi, hogy hova üljek le, és ilyen íróasztalból ilyen T-formában tárgyalóasztalok, és odaintek, leültem, ő meg leült velem szembe. De ez nem asztal volt, csak az a 70 centis pad. És így leültünk, összeért a fejünk meg a térjünk. Akkor semmi csinált, így. Na most, aki így ül, azzal nem lehet beszélgetni, az ilyen, elzártam otthon a gázt. Akkor figyelj, mikor leteszi. Ha önökkel bárki merít leülni, van egy technika, én kipróbáltam, el kell kezdeni nézni a hónalját. De asztalnál beszéljük meg, és ezt én nagyon szeretném, hogy ez a kultúra visszajönne, mert a magyar ember asztalnál beszélte maga dolgokat mindig, csak most a tévével vagyunk ilyen, minden egymás mellett asztal. Semmiről sincs a szó. És ha már itt tartunk, hogy asztalnál, ha a család leül vacsorázni vagy ebédelni, ha ritkán eszünk együtt, általában rohan mindenki, de leülünk vacsorázni, akkor beszélgessünk már is, ne a kütyüket nyomogassuk, hanem akkor beszélgessünk. Olyan jó lenne, de akkor akarok még egy pár szót mondani. A három is mondja, az a sziamai idáltal nem fontos. Tipikus példa a fotel. Ha idegen, hivatali helységbe megyünk be, nem szabad leülni a bejárattal szembe levő fotelhoz, mindig a házigazda ül. Lakáson meg lehet találni, melyik a főnöki hely. Tévével szembe, távirányító, jobban ki van ülve, körbe van morzsázva. Vendégként nyilván, nem? Ez a hova szabad ülni? Na most, ha engem először megyek valaki, az akkor általában ide a szembe fotelbe, hogy foglaljon helyet. Hogy lehet innen szembe fotelből mégis győzni? Valami volt összeményben történt, hogy mondták, hogy ez egy életbiztosítás. Én nekem örökösen nincs, nem kötök, de nagyon jó a cég legalább fogad. Hát a parlamentben rendeltem be. Az ember a hátul eledődik, kivel ülünk le egy parkba, kivel, kihez megyünk, ki jön hozzánk. De már jön a Kossuth téren, majd csak összemegy. Üzletkötő megjelent, innyaked öltöd tiszta cipő. Uraim, ez a gyengén. Csillogó férfi cipő, hát én már mindent elhiszek neki. De nem akartam kötni, a szembenekelbe tettem le, és vártam, hogy ő majd jön engem erre rábeszélni. Én meg majd megyek, mert én meg nem akarok kötni. Tanulk az ember, hogy csinált. Kedves Ibolya, ez a Kossuth tér, ez milyen szép, és a parlament, Ibolya maga minden nap ide beléphet, ez a márvány, ez az arany, meg ez a protokoll, kedves Ibolya, milyen érdekes munka lehet. Én meg szép lassan kezdtem előredőlni, és megkötöttem a biztosítást. Hát én tudtam, hogy manipulál, hát tanult szakmát. De nem, tehát a nevemet hallom, arról beszél, ami engem érdekel. Lányok, ott kerejű szekrénysor, ültök este, ahol mondjuk pecás. Ültök, hogy te apukám, tegnap ebben a horgász műsorban egy olyan orsót láttam, hogy három pöcök áll ki. Apukám, miért áll ki egy orsóból három pöcök? Tudjuk ám, átjöhet a szekrénysor, hát megvárni, még ő előre dől.
Ezért mondom, hogy meg kell tanulni beszélgetni. A gyerekeknek is, most egy kis császhányokik vannak, hogy mindent neki, meg ő. Ha azt akarom, hogy a gyerekem sikeres legyen, akkor már apróbrától kezdve tanulja azt meg, hogy ő is legyen fölkérdéseket, hogy hogy vagy nagymama? Hát egy ilyet hallanánk, lányok, ott állulnánk el, nem? Vagy mi történt veled ma? Vagy nem fáj a fed? Valami, ami a másikra is vonatkozik. Ezeket még nem, ezt meg kell tanítani, hogy ez ebből neki haszna lesz, mert sokkal jobban fogják őt emiatt szeretni. Tehát valahogy ezt át kéne tudni adni. Na, lényeget kaptunk, hogy ülök garnitúra. Na most itt a vendéget általában meg szokták kínálni. A üzleti és a magán vendéglátásnak két alapvető különbség, hogy üzleti életben nem számít, ha valaki nő. Azért nem kap elsőre, mert ott a rangsor számít. Magánnál meg nyilván rangidős nő kap elsőnek, ez egyértelmű. De alapvetően ez az alapvető különbség. A másik pedig, hogy ha én munkahelyen adok föl egy kávét, akkor ugye kis tányér, csészefüle, jobbra akarnál és barna 3 szem cukor, és nem zacskós. Mert ha a vendég megkapja a zacskós cukorral, és közben beszélünk, négy szemkontaktus, és nem, hogy ezt föl kell szakítani, akkor az egész már kiborult, papírját hova tegye, csésze mellé. Fölém ezt a kávét teszint. Nem tudom, ki találtak, vagy amik esett fel. Na végül fölszakad, ezt meg nem lehet önteni, mert alá megy, és akik kuppantani lehet. Csészét fölemeli, ez a kettő összecsúszik. Miért nem jó ez? Mert a szemkontaktus lement ide, és azt mondja a másik közben, hogy maga megölte a szomszédját. Igen, fogalma nincs, miről tárgyalnak. Tehát munkahelyen ezt nem. Otthon megtehetem azt, hogy kirakom a cukrot, a tejet, a kávéskészet, még más ajándékban megvalti a kávéskészet, mert ott ráérősen tudunk beszélgetni, mert egy munkahelyen nem az, hogy kész lesz, kész az, mert akkor hát igen, neked is vegyek, te menjünk, és akkor miről beszélgetünk? Tehát ott minél, ott inkább a tárgyalása fontos, és nem pedig a vendéglátás. A kávé mellé viszont, amihez ragaszkodom, akár munkahely, akár otthon le kell tenni egy kis pohár vizet. És nem a flanc meg a bécsi kávézó, hanem bejönnek a munkahelyükre reggel, így kávét. Megisszák? Semmi. Még egy kávé. Semmi. Mármint a kocsiba a gyerek vitának, és még nem ébredtek mindig föl, legalább az első fekete kávé, de sűrűbben megy, azonnal rákadod meg pohár fiadékot, mert a szétolja és mindjárt föl tud szívódni. Felébredek és kiveszi a szájból a kávészagot. Egy vendég megkapja mondjuk egy cégnél lesz, hogy mellé, ott álljul el, hogy Európában voltam gyereke. Egy rossz indulatú szomszéd azt mondja, ott kap epeömlést, mert valami eleganciát látok. Nekem anyukám mondta, még annak idején, hogyha nincsen semmi más otthonlányom, csak kávé, azt nagyon szép csészéből adjad, mert másod sincs. Most otthon, ha jön valaki hozzá, ha csak egy kávéra jön, vagy egy italra jön, az maximum másfél óra. Az ebéd és a vacsora, az ugye az ebéd vacsora plusz még egy óra hossza, de nem reggelig tart. És ami abban rákfele, hogy a tárgyalást is, meg a üzleti életben, és az étkezést is, otthon is, mindig a házigazda fejezi be. És a magyar embernek ugye most tegyem ki a vendéget. Pedig ez így van. Egyszer egy fiatal diplomata házaspár mesélte, kimentek Londonban 4 évre, első évben pár hónapra rá meghívtak egy portugál házaspárt a lakásukra vacsorázni. Megvacsoráztak, átmentek a halba, megitták a kávét, ezek nem mennek. Hát ezek nem mennek. Gyerekek már pizsamában lejöttek elköszönni, nem. És a portugáloknak egy évvel elmesélték el nekik, hogy ők meg ott ültek, hogy mikor lehet már menni. Nyilván egy lakodalomnál nyilván nem, tehát ez más műfaj. De egy normál vacsoránál, ugye a házik az érdekelni kell egy kávénál, hogy kérsz még egy kávét. Ennek azért van egy húzata, nem? Hogy ez a vacsora végén, hogy minden ízlet, jól esett a vacsora? Megmentük, jól laktatok? Esetleg még egy kávét valaki? Hát ha erre nem veszi a lapot a vendég, akkor ezzel nem szólalok meg. Vagy ha még ezt sem veszek, azt mondom, ne gyerekek, menjünk már, holnap is nap lesz. Vagy valahogy a házigazdának dolga befejezni, csak mondom, ez magyar ember fülének eléggé furán hangzik. Kezdtem már ezt a home office dolgot indítani,
A lényeg, hogy az otthon dolgozás is, nem csak úgy el vagyok. És higgyék el nekem, hogyha még nem is videó kapcsolat, de még én telefonban is hallom, ha valaki megy a forgószékébe, és a forgószékébe így oda-vissza kácsogva így beszél. Én behallatszik a telefonban. Barátnőmmel így lehet, de már egy üzletféle kihúzom magam egyenes derékkal. Tehát ha meg videó van, akkor meg pláne. Egy videó kapcsolatban ugye a lényeg az, hogy ugye szempontot is már lát engem. Ha a Farmus Ferenc volt ANTS, a volt tiszti főorvos, egyik riportjában csinált, ezek egyszer csináltad a rosszul esett, hogy ott volt a kamera, és ő egy hátra törve így beszélt. És akkor éreztem, hogy ez olyan, nektek így is jó. Meg ugye toka minden lemegy, hát gravitációban. Egyenes derékkal kell ülni. A legjobb, hogyha a kezem is föl van. Nagyon melegyöbb, hogy ez, hogy melle az nem menjen külön fel az asztalon. Tehát hogy távolság. Egy videó kapcsolatnál például nagyon fontos a látott információ. Mit látnak? Mert elsőre azt értékelik. Tehát, hogyha nekem akarok egy kávét inni, akkor az előtte írja meg. Ma ki van téve a kis elefántos bögrécském oda. Hát még nem reggelizett? Látom, most van, most issza. Vagy beszalad a kisgyerek, hogy jaj, de helyes, hány éve, de aranyos kisfiú, hát jaj, na kislány, aranyos, miről beszélgetünk? Tehát a hivatalos ügyet az ne szakítsa meg ilyen, vagy kis cica, meg kiskutya, meg egyebek, ami ugye bűbáj, meg cuki, meg minden, de üzleti tárgyalásnál hivatalos ügyfélel beszélek, ott nem jöhet be cukiság, mert ott nem arról van szó. A háttérben ne legyek, most van a lényeg, meg mit tudom én, szalaszétszólt ruhanemű, hanem akkor a mögöttem annak kell látszani, amiről beszélünk. Ha lehet, akkor nyilván a könyv, vagy mit tudom, valaki ez a, van ez a multilevel marketing, ez a lendolgozzá földkeressé ismeri, akkor annak egy tanulja egy ilyen, legyen ki annak a név, neve, tehát valamit háttérben is, azt kell láttatni, vagy ha mindenkit ezek ott, akkor legalább egy sima fehér fal, mert az is rólam beszél, hogyha egy ilyen hivatalos ügyben, ugye home office-ban otthonról dolgozom. Tehát amit mondtam, hogy úgy ülök oda hozzá, na most öltözködésnél még fogok erről beszélni, otthon nyilván nem angol kis kosztümbe ülök, meg nem ülök benne a kendőbe, öltönybe. Bár ez is munkakörtől függ. Nekem egy üzletember, hogyha videó, akkor legalább ink legyen rajta, ha meg biztosítási ügynök vagy bankár, akkor meg nyakkendő is. Tehát az ember ezt le tudja olvasni róla. Szemkontaktus, mert ezt nagyon nehéz megoldani. Én a Skype-on szoktam tartani előadásokat oroszul, imádok oroszul beszélni, én 4 évet éltem ki. Régebben kiutazgattam, de most már ugye nagyon fárasztó, úgyhogy inkább Skype-on csináljuk. Otthon én egy állok, mögöttem a szekrénysor, klipsz, gyöngysor, blazer, papucsba, és a képernyőn látom azt a 30-40 embert. És én így beszélek hozzájuk, ők meg nem látják, hogy én őket nézem, mert ők hogy a kamerán át látnak engem. Tehát azt akarom, hogy legyen szempontatus, hanem föl kell nézni a kamerába, és akkor meg ezeket nem látom. Majd nézzék meg ilyen tévéinterjúkba, ha valakit fölhívnak Skype-on, hogy mindig, mintha azt mondom, hogy olvasnám, mert nem van a szeme. Pedig ő nem olvasna, csak nézi a riportert a képernyőjén. Tehát föl kell tudni emelni a kamerához a fejünket, ez egy művészet különben megoldani. Na, a előadás tartása, vagy előadásokon való részvétel, ez a zoomos rendszer szokott lenni, amikor úgy szerveznek előadásokat, hogy be lehet kapcsolódni. Egy ilyenben azért kapcsolódtam be hallgatónak, hogy lássam, hogy ez hogy megy, és ez szörnyű volt, mert aki tartotta, ugye az egyik kockában ő volt, aki tartja a konferenciát, és akkor beszél, és akkor utána, és megint beszél. És ő neki a képernyőre bejöttek azok a, úgynevezett chat gömbök, amikben beköszön valaki, kérdést tesz fel valaki, és aki előadást tartja, és közben azt akarja olvasni, az előadása az egy szötyögő úton levő lovaskocsi lesz az egész. Tehát arra külön ember kell, aki azokat külön kezel. Én nem is vállalok otthon, mert egy személyes BT van otthon, és a hálózatos arkában van nekem a számítógép, de nekem nem fér bele oda még egy technikus, aki nekem ezt külön kezelni. Tehát mondom, ez elég nehéz, és aki meg bekapcsolódik egy ilyen konferenciába, fogja vissza magát, és ne köszönjön különbe buborékba, meg ne szóljon közbe, mert őt látják, hogy ő bekapcsolódik, de ő ne zavarja meg az előadót ezzel a beszólásaival, hanem mondjuk a végén az, hogy most kinek van kérdése, tehát valahogy ez oda-vissza még nagyon meg kell ezt tanulnunk, mert nagyon új dolog, nagyon új dolog. Mondom, egy szóval, home office, otthon dolgozás.
Tehát nem el vagyok, aztán néha majd ötöbb beszállok, hanem az dolgozás jelent. Találkozunk valakivel. Hivatalos alkalommal kötelező mindig a tóliget megbeszélni, bár én még magánbeszélgetésben szoktam mondani, hogy jó, akkor megyek akkor 9-re, meddig értek rá? Tehát a tóliget azért kell megbeszélni, de ezt hivatalosan meg különösen meg kell, mert a tóli védi a vendéget is, hogy tudja, hogy neki mennyi ideje lesz. A fogadófelet meg azért védi, mert mondtam, hogy ő fejezi be. Ehhez képest késés nincs. Késést én nem tudom megbocsátani. Aki késik, az minden más emberi setnyeségre is képes. Mert az időmet veszel, időt az nem lehet visszaadni. Szóval ilyen vagyok, én mindig késik. Hát mi olyan nagyon büszke vagyunk? Nőnek illik 5 percet késni. Miért? Miért? Időt tisztelni kell. Ezen nekünk meg egy konferenciára, hát az életem egy legnehezebb munkája volt, parfüm konferencia, a parfüm és a protokoll. Na ez mondjuk erről beszélni egy órát az ilyen kihívás. Rákészültem és vártunk egy nemzetközi hírű, nagyon nagy nevű, ilyen parfüm királynőt, magyar számolása különben, hogy ő lesz majd ugye a fő attrakció, és várunk 15-20-25 perc, a megjelent, hogy tudod, Ibolya, a primadonna mindig késik. Úgy tudom, drága, a profi meg ott van időben. Tehát késés, létezik viszmaj, hogy úteltelenül és lezárják azokat, leszakadai, bármi lehet, de akkor meg oda kell szólni. Kontakt, telefonszám nélkül soha nem indulok el sehova, mert bármi történhet. Voltam a bíróképző akadémián, és mondják ott ezek a bírósági gyakornokok, ugye, akik majd bírók lesznek, vagy fogalmazók, hogy a bíró azt mondta, hogy a bíró késett, mert nélkül a tárgyalás nem kezdődik meg. Mondtam, pont ezért nem késett, mert ha a bíró késik, a jog késik, az igazság késik. Tehát minél nagyobb valaki, annál kevésbé teheti meg a késést. Neki annál kevesebb joga van rá. Na, megérkezik a vendég, hogy kell valakit kísérni? Imádom, amikor megérkezem, és mondják, hogy tessék parancsolni. Elindulok, utána jön, elárkozik. Most merre? Balra. Leszakad a nyakam, mire fölénünk. Hogy kell valakit szépen kísérni? Programos, hogy most már, mi már előtte egybe voltunk. Segítsen már nekem. Hogyha nincs rajta, azért, hogy a maszk nincs rajtam, azért kértem a körülbelül, hogy előjön. Akkor kell kezet nyújtanom, hogyha hozzám jön, vagy ha én is tárgyalok vele. Ha csak munkában, hogy oda viszem ahhoz, aki fogadja, akkor nem én fogadom. Jó, mert akkor nincs készfogás. Jó, mondtam, elnök úr, hogy jött? Elnök úr, hogy jött? Tessék parancsolni, fáradni, tessék parancsolni. Találtam olyat, ebben volt minden. Olyannak köszönöm, tessék parancsolni. Előtte félvállal. Ha beszűkül, megint megyek, mindig előtte félvállal kell menni, hogy lássa, hogy merre kell menni. Attól, hogy ajtóhoz, ha érünk, kimenjen belsőnek, hát ők főtmetődik, hogyha vendég jön hozzánk is, ugye, ha megnyomja a csörgőt, oda megyünk, ha ez postás, vagy villanyszámás, akkor nyilván a küszöbön keresztül beszélgetünk. És a küszöbön keresztül nyilván nincs készfogása. De a küszöbön már bejött, akkor már vendégnek számít, és akkor az ember nyilván megvárja, míg leveszi a kabátját, és kezdi kísérni, és nem úgy, hogy menjen arra, aztán majd mindjárt jövök, hanem akkor kísérem előtte, hogy merre kell majd ott neki menni. Csak ezt itt az árjelben ezzel meg hamáig tartunk, hogy a cipőjét ne vegyem már le. Szóval ez a cipőlevétel annyira intim mozdulat, pláne egy férfi cipőlevétel. Szóval azt talán inkább, vagy látjátok, valami buli van, és akkor fekete ruha, piros öv, piros cipő. És azt mondják, hogy vedd le a cipőt. Hát oda az egészre is. Hogyha van kisgyerek, vagy például valaki gondozol is, akkor azt a nejlon bigyót, műtős zacskót húzza rá, de nem leveti. Na nem minden. A lakás van értem és nem fordítva, ezt mindig szoktam mondani. Az ember nyilván sáros cipővel nem megy, ha olyan idő van, akkor viszem magammal az ottani cipőmet majd, ez megint egy más kérdés. Na, ajtóhoz, ha ér. Kimenjen be elsőre. Mondják, hogy a nőt kell előre engedni, kivéve a kocsma, ahol repül a kés. A hír igaz, tehát nyilvános hely, kocsma, büfé, presszó, mindig a férfi lép elsőnek, és ezt nem tudja a párunk, rá kell nézni a párunkra, a kilincsre, meg a párunkra. És akkor már nyitja is. Na de hogyha ez nem kocsma művek, hanem várló folyosón is, ők, aki előre engedni a nőt vagy azt a vendéget, az ajtó merre nyílik? Ha én felé nyílik, kinyitom és előre engedem. De ma már minden ajtó amarra nyílik, na akkor anyu mennek színházba, akkor utcáról tartja, már szakad le a keze, anyu mellette, uff, az egész vizet.
Ha az ajtó amarodik, az alárendelt fölgyorsít, nem löki a másikat, ő gyorsít föl, és belül tartja az ajtót. Nyilván nem engedi rá vissza, nézi szépen bejöttek. Na most, ha a probléma például a munkahelyen, hogy én kísérem azt a vendéget, például protokoll főnök franciának kíván. Most ilyenkor nem hölgy vagyok, hanem a tanult ember, aki nőből van, tehát a munkámnál fogva kintem nagyon excellenciás úr. Ó, nem asszonyom, tessék. Akkor nem kezdjük el, hogy minden maga meg tessék meg maga, hanem akkor belépek, és nem úgy, hogy na, innen ma én megyek, hanem belépek, megvárom, még ő is belép, és megint megyek előtte mellette. Tehát ajtóban ne tiprodjuk. Lépcsőn lépcsőn föl. Aki a lépcsőn fölfelé megy, a gravitációtól hátra tud esni. Hátulról kell védeni. Elől megy a nő, alatta megy a férfi. Szoknyája alá lát. Uraim, az ilyen icike-picike szoknya alá. Alá kell. Az azért rövid. A norma szoknya nem, hát 2-3 lépcsőfokkal le, nem megy rendezve. Aki meg lefelé megy, akkor tud nézni rendrövidem, alá rendelt, fölé rendelt. Szemkontaktus kérdése. Állnak ők itt egymással szemben, beszélgetnek. Oda lépek, hogy akarok velük, ha csatlakoznék, oda lépek, és ő kimosolyog rám, hogy jó napot kívánok. Akkor kérem szépen, tovább kell menni. Meg kell várni, míg rám nyit. Jó napot kívánok. Tehát ez, menni innen ma elfele. Ez nem a de jó, hogy jöttél. Tehát, hogy ilyenkor csak kinéz rám és én maradok, akkor a fejem fölött át fognak beszélgetni, mert zavartam őket. Tehát meg kell várni, míg rám nyit. És akkor már oda lehet menni hozzá. Csak mondom, a szempontatus egyik használ. A másik nagy ábra, amit végigveszünk, ez az első benyomás értéke. Ez azért számít, mert ez intelligenciától függetlenül. Mit hiszek el elsőnek? Azt akarom mondani, hogy legyen szíves, menjen ki. Ebből a verbális legyen, ez csak 7%. Senki nem a szavakat érti meg, sokkal inkább a hangsúly. Mert ha azt mondom, hogy legyen szíves, menjen ki, akkor vagy ki lesz meglepetés, vagy amikor megvisszajön. Ha meg azt mondom, hogy lesz, és menjek ki! Milyen hangsúlyjal beszélek? És azért fontos, hogy ezt a hangsúlyt, ezt nem értem, vagy félreértem, akkor erre a tartalomra már nem érek vissza. Gáspár Laci, állom szépen énekel, de megküzdni, mit mondtam, de mit mond? Sokkal nem is érdekel, hogy mit mond. Vagy például a túl hangos beszéd, rengetegen beszélnek hangosan, és a hangos beszéd agresszivitás jelent, pedig ő nem agresszív, csak hangos, mert fülébe ott van évek óta a telefon, a zene, és szétmegy a dobhártyája. Tehát ha valaki barátnő ismerős hangosan beszél, rákezdve, hogy már megint hangosan beszél. Vagy a tanárnő, tipikus példa, tanár vagy tanárnő, egész nap az iskolában felhangon tanít. De amikor hazamegy, nem hogy az apukám kész egy kis papukás, akkor visszakvett, hogy hány arra normálisan. Tehát ha valaki nagyon rá kell szólni, hogy hangos ember. Ha már nem lehet rászólni, a buszon ült velem szemben a kicsaj, kétszélyes kicsaj, hogy utána a Dávid megfogta a combomat, én meg elkezdtem, hogy azt mondja, mit nézem, mondom, ma szintem nekem mondja. Na most persze ez se lehet akár, hogy olyan valaki beszél hangosan, de aranyos, csak hangos, kezdjük el nézni a száját. Mert a szemkontaktusnál nyilván nem a szemét, hanem az arcát nézem. De a hangos, akkor meg csak a száját. Nagyon sok ez a vokális, amivel lehet játszani, meg föl lehet használni, de amire nagyon jó, ez két dolog. Az egyik, mondtam, az európai stáb nem negatív és nem vágódak. Hát de valahogy meg ki kell mondani, különben a fejem mennő ki. Eltaláltak az ilyen lányomnak mondom, menjen is értse. Ez a meta beszéd, ez nem a beszólás, hanem a másodpercben sért. A metán meg el kell neki gondolkodni, én imádom, az élet sója, hogy kimondom, és ő nem tudja, hogy mit, ha lett valami álló. Hát nekem saját autóm nincs, és ha kell, akkor taxival közlekedem, már 21 év azonos kocsival járok, hát megbeszéljük mindig a dolgokat. És mentünk valahol onnan haza, és mondom, hogy itt a boltnál álljon meg, beugrott, megkérdezni, hogy van-e valami, de egy percben jövök is ki, tehát nem fogok sorbán sem. Megállt, és amikor kijöttem, láttam, hogy egy borzasztó nagy jeepben ült egy nő, és a férfi egy ilyen ekkora, meg a taxisommal üvöltött, de olyan nagyon szavakat. Én meg oda mentem, hogy bocsásson meg, uram, hát ott ül a hölgy, hogy lehet egy hölgy előtt ilyen csúnyán beszélni?
Na hát kb. Ennyit szólt ő is hozzá. Hogy győzi a múlt héten már kétszer nem késtél el. Annyira jó volt, hát már nem sikerült, de az a múltkori kettő. Tehát ha akarunk rosszat mondani, akkor jóval kezdünk. Egy rossz főnök mit mond? Írd át! A jó főnök mit mond? Hogy ez a második bekezdés. Milyen jó sikerült, akkor is át kell írni. De mennyiben szívesen? Tehát ha rosszat, akkor mindig valami jóval csomagoljuk be. A másik, amire föl lehet használni, agresszív, bűvöltő ember kezelése. Egyre több bűvöltő emberre vanunk. Itál és üvölt. Az első egy szellemi rákészülés. Mély filozófiai műből fogok hozni a példát parafrázis szinten, amikor azt mondja a maracka a micimackónak, hogy te micimackó, és az, hogyha egy borzalmas fenevad azt mondja, hogy hú, hát azt mondom, hogy tra-la-la. Azt mondja neked másodszor is, hogy hú, hát azt mondom másodszor is, hogy tra-la-la. És azt mondja a harmadszor, ez a maracka, harmadszor nem fogja mondani. Tehát itt áll és ebből micimackó effektus már lenyugodtunk. Arcunkra felveszünk ezt a nagyon figyelek, és szeretnék én segíteni című arcunkat. Nőknél agyakra is renyitva. Na most nevetni azt nem szabad. Hogyha az embernek nagyon nevethetnéke van, és nem szabad nevetni, mert éppen van helyen van, akkor a szemöldököt húzzuk össze kicsit, nem teljesen, nevetünk, hanem tartani kell közül nem tud fölmenni a szem, és nem szabad megszólni, nem szabad, de, vagy én, mert akkor megfogom újra kezdni. Hagyj mi kell. Ez annyira jó, az ember ott áll, az meg ott pufogat, akkor mondom azt, hogy miben segíthetek? Aznap érdemes volt jönni. Na, de vokális hiba, hát ez egy, egy fizioterápiás kezelés, az azt, ahol én fekszem, ennyi idealizált állapotom, rajtam a 220, és fölöttem, hogy mit főztél a hétvégén, hozták kóstolót belőle? Átbeszélnek. Vagy a fodrásznál látom, hogy csavarja a helyet, azt mondjam, na, beszéltünk utána a Viktorral, mit csinált vele? Á, nem, a Béla volt, de nem, a fejem fölött ennél megalázott dolog a világon nincs. A fejem fölött nem beszélhetnek át. Tehát, aki ott van, és akinek például étterme van, ha egy vendég van, annak a fejesen fölött se kiabálhatod, hogy hoztál hangjegyit, hanem már az is 100 vendég, ha egy vendég. Tehát emberek feje fölött nem kiabálunk át, borzasztó megalázza a másikat. Na a látott információ, ugye mondtam, hogy leginkább ezt veszünk észre, ez a testbeszéd öltözködés. Nagyon rohan az idő, csak egy alaphiba. Ez a... De érdekes. Ugye váltam is a fülébe. Nem tudom, hogy nem figyelme, ez a figyelő felület, ha mondtam, hogy ki néz rám, vagy nem néz rám. Ezen van, hogyha valaki így ül le velem, hogy hallgatom, kezibadok egy darab papírt, nyíljon le. Na most a férfiaknak, nőknek nem, hogy a mellük buddban van, a férfiaknak gyakran fölmegy ide, mert mit csináljanak vele, pedig egyszerű. Itt van a vállam, ide lett ki ez a két kar, itt a helye. De ez itt lóg. Helyette a férfiaknak van az ilyen szabadugás fogás, az a... Ez akkor jó rak, ha nem beszélgetnek, hanem nézelődnek. Elkezdenek beszélgetni, ezt is le kell nyitni. Na a zsebre dugott kézben, hogy nem szeretjük, nagyon leszólás valaki. Már kénytelen vagyok sokszor ezzel megalkudni ezzel a zsebedugott kézzel, hogyha csak férfiak vannak és folyosókon, csak úgy magukban vannak. Tehát nem kiáll emberekkel, hanem csak úgy elmegy, üssekő legyen, de az begombolt zakóval. Tehát nem pocimaciban, hanem begombolt zakóval, és nincs benne könnyé ki, az csak kézfejig van, és az karból kell tartani. De leginkább a hátul összefogott kéz. Vagyis legalábbis ezt a felső mellkasomat nyitva kell hagynom, rá kell nézni. Én nekem ez a hátul összefogott kéz van, tehát nem ilyen ezredes út, hanem itt lem. Mondják, hogy a nőt, hát akkor látszik a mellem. Hát lányok, kettő mindenkinek van, három az már mondjuk tényleg ciki lenne. De a jelentés az, hogy figyelem csak, aki én rám figyel, hát annál nincs fontosabb ember, én rám figyel, hát milyen rendes ember. Annak én mindent elviszek. Na én ezt ott fönn gondolhatják, ott kint kipróbálni. De ebben a kőványi 10 emeletes panelben, ez a 10 emeletnyi elszegényedett tisztaságmánia, pletyka, emberre jót nem mondanak, engem kedvelnek, hogy hát tipik egy drága teremtés. Hogy értem én ezt el? Van a földszinten a margitka. Kivétel nélkül minden közösségben van minimum egy margitka. Rosszabb helyen kettő. Ez a útmérgező típus áll a kapuban. Ő a házszervere.
Lemegyek, mondom. Jó reggelt, Margit Kami újság, edőjött mindenki. A sikeres életúthoz kettő lépcsőfok is. A mi újság után kezdjünk el figyelni arra, hogy mit mond. Maximum fél perc alatt rájövök, hogy miről beszél. És a csúcsig az aranykulcsocskája kifejtő kérdést kell föltenni. Tehát nem az, hogy igen, hanem hogy és hogy történt, drága? Elkezdi mondani, nekem erre meg nincs idő. És hogy történt, drága? Beszélünk majd még jó puszilom. Az egész nem több másfél perc, és nem tud utálni, mert ezzel kórházban is volt. A kifejtő tehát a ráfigyelés, ülve is rá kell figyelni. Tehát soha nem szabad elfeküdni a széken, egyenes derékat. Fotelben meg nem lett a fotelben az ember vele, hogy a másik kettő veszi ki. A fotelben csak a karfánál ülök le, hogy még a vesémet támaszam. Na most mi nők ülünk le, és tesszük a lábunkat keresztbe. Hát azért nem mindenki tette keresztbe. És mindenképpen zárt térdel kell ülni. Hát ez csak egy példa arra, hogy a zárt térdel üljünk, szóval ez az, hogy látják, miről beszélek. Zárt térdel esetleg a bokakosás, ha fölrakom. Ha fölrakom a lábam, és lányok mi fölrakjuk, az annyira megmérlek az, hogy bokacsolt a lábszárt, az lábfejre hagyva. Az egy percet el is zsibb az így, ahogy van. Ugyanis miért kívül van a láb? Láblázás cipőkibe az egyértelműen női, szexuális felhívás. Minden, ami a lábra viszi a figyelmet. Hát uraim mennek az országúton, ott állnak a lányok. Honnan tudja, hogy ki vár a buszra, és ki a munkanélküli szövődök. Hát mi van a lábán? Ne szar is, a piros cipő, vagy semmi se. Elindulunk, már ott vagyunk, ahol különböző. De ne rázd a lábad az innen van. Na, férfiak, étterem majd terpezve, oki meg a majka, meg a győzik. Nagy terpezzel mi van? Ha most van a szarvasból is, a szarvasbikákkal, a bika nadhátsó terpeszel. A comb belsőoldalának mutogatása, ez a belső comboldal, ez a vezérhím jele. Magyarán, minél nagyobb a terpesz, annál kisebb neki az agya. A férfi kis terp, vagy párhuzamos combokkal ő kis terpebe, vagy esetleg ugye a bokát kulcsolok egy kicsit megvan, de nem ilyen kis gazdászon szanaszét a térdei, hanem csak kis terpeszben megy szanaszét. Öltözködésről egy pár szó. Tulajdonképpen egy szó, egy mondat. Azt kell fölvenni, amit el akarok magamról kitenni, mert rám néznek és eldöntik. Fehérjében egy benyomásban jövő az orvos. Benyomásban jön nélkül, az meg pék. Ha vagy hentes. Ránézek, eldöntöm. Tehát nekem a szerepem ezt elöltözni. Hogyha én a munkámat végzem, akkor a tanult embert kell fölvenni. És én egy kulcs szó van, az az elegancia. És ez nem pénz. Ez nem pénz. Szoknya, blúz, egy sál és elegáns. Nadrág, egy pulóver és egy szép bizsú, és már elegáns. Az elegancia bentről kifele jön. Elegáns ember nem késik. Az elegáns ember bentről kifelé elegáns. És nem attól függ, hogy mi van rajta, hanem hogy amit fölvet, az hogy áll rajta. Tehát nem pénz kérdése. Hoztam persze mintákat, az ruhakabátkával nagyon jó. A nadrág is lehet, csak a nadrágnak le kell érni a bokáig. Mert baka fölött 2 centivel, vagy 5 centivel, vagy még nem minden, az hol viszi a figyelmet. Ahol különböző. És kérem szépen, attól, hogy valaki megöregszik, nem kell állandóan ilyen nyanyába. Szóval az időskornak is megvan a maga eleganciája. És kérem szépen, otthon is. Otthon is. Tessék már kinézni valahogy otthon is, ha szabadnak. Hát az alkalmi, hogy fölvennék, úgy néznek ki, mint egy idős metrológus nő. Akkor szabad begombolva oldani a blézert, hogyha a mellbőség nem több, mint 85. De ha több, akkor a mellbőség magasságában tényleg metrológus nő lesz. Szoknya hossza. Ugye övnyi nem takar, hanem mutat, combokban legyen mi. A félcombig érő akkor jó, ha valakinek gyönyörű hibátlan lába van, és nem múlt el 25. Na jó, 30. De itt aztán már vége van. A szép láb önmagában nem. Ez láb és korfüggő. És ebben a félcombig érőben csak állni szabad. Mondjuk hostess. Mert ebben lehajlik, mint nővérke a kórházban a kenteskéhez. Egyes két infarktuson. A tér fölött 2-3 centi, addig abban nem lehet baj. Tehát a térden fölött 2-3 centi. A felső részünk 40 fok melegben sem lehet ki ez a vállóba, a tanult ember szerepben. Piacra elmény esetleg lehet, vagy strandra, vagy bárhova, de már a munkanézéshez nem. Ezt a templomba be is kell takarni a vállunkat, igaz? Tehát nyáron is top és rajta egy igamborkóz. Dekoltan, tudja, hogy egy férfi nő, hogy a férfi számára a női arc, az valahol itt ér véget. Mondták, nem találom, hogy kezdődik.
De ha kirakod a bögyödet, effektíve a bögyödhöz fog beszélni, mert nem bírná oda nézni. Apáca az megírdogos, tehát valamennyi legyen nőies, ne legyen a dögös műfa. A tanult ember, aki férfiből van, ugye Székely Barzában tanult ember az a pantalós, mert a gatánszor is az volt a több, ma az innakendő az a több uraim, annak hiszem el, hogy ő valaki. A nyakkendőt ütközésig fel kell húzni, ez már rossz. Rossz, amikor kigombolja és úgy húzza le, azt hívják úgy, hogy letolt vatya, akkor már inkább vegye le is, ha nincs nyakkendő, akkor egy gombot meg kell gombolni, a begomboltink, nyakkendő nélkül az a népi táncos. Tehát egyet meg kell gombolni, nyilván nem szűnik, és a férfiak a galért soha nem hajthatják ki. Hát ezt meg a lányoknak hoztam. Tehát pulóvernél is ingen belül van, vagy a pulóveren belül van a galér. A zakónak a legalsó gombját nem szabad soha begombolni, mert a pocimaci lesz, tehát lentről számít, hogy ha ez két gombos, akkor csak a felső, tehát alsót soha nem szabad begombolni, mert olyan, hogy alákapós lesz. Ha a férfélelő gombolja ki, meg különben nyugmenye lesz, és amikor árfol, akkor egyet gomboljon be, ezt mindig szeretném kérni. A férfi nadrág akkor jó hosszúságú, ha eltakarja a cipőt, de nem ér le a sarokra, tehát eddig ér, ez elő fog vetni egy bugy. Ha ez a bugy nincs, a nadrág rövid. Ha túl bugy van, az mások. A három bugy meg a harmonika, tehát egynek kell lenni. És ebből a példa, tanult ember szerepben egy férfi nem vesz föl bermudát. Azért lányok térdigérő vászongatja, csupa szőrös lábszám, zokni szandál, hát az szép. És uraim, ha nem tanult ebben, hanem otthon, otthon is nézzenek már ki valahogy. Mert van a feleséged mesélek, hogy hogy nézzenek anyukám, hát apukát. Tehát azért kérem szépen, otthon is nézzünk ki valahogy. És arra a 700-ra nagyon kevés idő maradt, a legfontosabb, hogy a csúnya beszédet valahogy meg kell állítani. Nagyon terjed, minden az elből, megből, összeből, szétből, de a nyelvünkkel mi lesz? Hova vesznek az igéink? Tehát ne fogadjuk el, csalának csodálkozunk, hogy hogy mondtad. Hú, ezt elmondtam. Elmondottad, szóljunk vissza a rendeségével, hogy érezze, hogy van más szó is. Tehát borzasztóan elmondod, és nagyon-nagyon kopik a nyelvünk. Ráadásul borzasztóan orvavágóan csúnya is. A másik, hogy a nyelvtanulag hibás beszéd olyan, mint a szárszak. Hogy beszélnek elejénk? Szakmai általában, hogy nézem a parlament üléseket, ha csak egy módban rá, hogy otthon vagyok. Hát nem mindig az örömforrása, mondjuk ezt megmondanám. De ilyeneket hallok, hogy én, mint képviselőként. Nekem ez így sok. Vagy, hogy neme volt. Egy neme volt, az hetente egyszer van, hogy neme volt. Meg ami most ez a baba meg a bamben. És hogy voltam az iskolában, ezt a fülem még megbocsátja. De egyik politikuskánk, akinek az EU-ban a haja nőtt meg, nem az agya, azt mondja a tévében, hogy mikor a tanárnő belép a tanteremben, hát akkor már pacagtam majd már. Tehát vigyázni kell, hogy hogy beszélünk, a magyar nyelvre vigyázni kell. Mobilnál a lényeg, hogyha valaki ott van, akkor nem kezd nekem ugrazni, mert ő van ott. Nem rakom mindenki, hogy van egy fussa, Blackberry, meg Blackberry, meg minden, hanem ott tárgyalok. Hány óra van? SMS. Ahányszor lenézek, annyiszor verem a másik adóba, ezt el kell tenni onnan. Nem. Ha vár valaki fontos hívást, akkor mondja, hogy szeretném bekapcsolva adni, várok egy fontos hívást, és amikor megpötyög, akkor elnézést kéne, kimegyek és lebeszél. De nem engedem meg, hogy a fejem fölött annyira függőké váltunk, hát utóbbi időben figyeltem meg egyre többet, hogy engem valaki fölhív, és miközben beszélünk, hallom, hogy ő lehúzza a WC-t. A WC-ből telefonálás népbetegségével. Ezen van, kérem szépen, egy kikapcsolós gomb. De akkor nem kap levegőt. Pedig kap. Hogy hol nem kapcsolják ki, egyik hallgató mesélte, hogy egy temetésen szólt meg a mobilja a papnak. Én magam parlamentkupolaterem, égnek a csillárok, márvány arany ragyog, kórusig neki a himnuszt. Mobil. Szia, ünnepségen vagyok a parlamentben, és lebeszélte. Hát erre mondta azt Hofi, egy főrelsi bunkó, két fő. Hát, és ennél szomorú képet én még nem láttam. Ezt gondolom mindenki érzékeli. Tehát a család nem attól család, hogy egy fehér alatt laknak, hanem hogy beszélgetnek. És egy utolsó gondolat, tényleg perceim maradtak, általában az evés. Hát az evésről önmagában szoktam általában két-három arról beszélni, mert hallották már az, hogy láttad te már enni?
sok apróságon múlik. De van egy általános, most elnézést kérek, és ezt csak ülve fogom tudni mutatni hátról, akik vannak elnézést kérek, ezt nem tudom állva mutatni. Ugyanis 10 emberből már 4, gondolják, álljanak föl, legalább 10 emberből 4 úgy eszik, hogy fölrakja a villára a falatot, letámaszt, és egy olajfúró toronyszerűen így megy fölé. Vagy a leves, az meg folyik, hogy ezt meg, hogy kijjebb nyomja, és így. Vagy ilyen sittesen. Ezt egy jó példésre meglátja, és sikongva elrohan. Én most nem azt mondom, hogy 2 könyv van vonom alá, ez a világ elmúlt. Fölrakom fölhagyom, de a könyökömet nem teszem le. Ez a könyök lerakásra megy. Magyar ember nem nevet soha ilyen könyökült lerakom, fölé bukva. Emeled meg a könyököt, nem az a minimum. Tehát, hogy ha már föl van, akkor legalább a könyök ne menjen le az asztalra. Ez a hamburger evésből van szerintem. Ez a hamburger. Fölhívott azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt egy cég, hogy a MOL kutaknál kézműves hamburgereket fognak árulni, és egy ilyen reklámfilmet csinálnak, hogy 2 videótonos focista eszi a hamburgert, én meg mondjam meg, hogy hogy kell azt tenni. Mondom, hogy elvállalnám szívesen, de én még életemben nem ettem hamburgert. De ragaszkodnak hozzá. Mondom, mennyire? Ennyi évek tanuljuk gyerekek, ezen nem internet, hogy kell lenni hamburgert, videó, YouTube, minden. Virtuálisan már tökéletesen tudom menni, de mikor mondjam, és akkor, hogy kell, ezt nem lehet szépen, ennek az a neve, hogy gyorsétel. Ezt be kell nyomni. Ha nagy darabi, akkor maximum késevillával 4-be vágom, negyedet azt már nyomom, tehát az nem lehet szépen. Úgyhogy én azóta sertem. Na, a lényeg az, hogy mondtam, hogy én egy napot szeretnék egyfajta beszélni, egyelőre ennyi fér bele, akkor viszont én zárszónak adnék ajándékot, ha elfogadják, hiszen rám szánták ezt a délutánokat, és nagyon szépen megköszönöm. Ez egy verbális ajándék, egy Márai Sándor mondás, ezt nem mindenütt mondom el, csak ahol megérdemli. A formákról mit mondott? A formákat pedig utolsó percig be kell tartani. Étkezés közben, társalgás közben, ágyban és asztalnál. És mikor mindegyre formátlanabbá válik az emberi együttélés, te maradj hűséges a köszönés, meghajlás, kézfogás, véleményalkotás, kialakult végső és kristályos formájához. Egy korban, mikor mindenki azt követeli, hogy öltsél formaruhát, te járj csak továbbra is zakóban, és este, ha éppen vacsorázni hívnak, ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a forma kedvéért. A műveltséget nem csak a könyvek mentik meg. A műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg. Amikor egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te köszönj vissza nyugodtan, udvariasan, úgy, hogy megemeled a kalapot. Nem tehetsz mást. Köszönöm szépen!